nagy büdös helyzet az, hogy most rám jött a videózhatnék, de rohadtul. És az előbb német utasokat vittem. Egy ilyen 55-60 év körüli német házas pár volt. És megkérdezte tőlem a faszi, hogy utáljuk-e a Magyarországon a németeket. És már kezdtem volna neki mondani, hogy nekünk nincsen bajunk a németekkel, és valamit kérdezett, hogy hát így fordításban, tehát így magamban így úgy értettem, hogy hogyan üdvözöljük a németeket. És akkor hogy na azon ledöbbentem. Most miért kérdezne valakit? Aztán kiderült, hogy baromira nem azt kérdezte, de ha feltesz egy kérdést, miért kérdez még bonyolultabban? Tehát már kezdtem volna válaszolni, érted? Na gyere be, ez kurva nagy ötlet volt, öreg. Ez kurva nagy ötlet volt. Még nagyobb ötlet, hogyha lemész. Hülye búzi. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy kérdeztem, miért utáljuk a németeket. Nem utáljuk a németeket, én mondtam neki, hogy semmi keine problem mit Németország. Szóval mondtam, mert hogy ilyen azt hallotta a tévében, hogy itt nem szeretik a németeket. Tehát, hogy a magyar kormány nem szereti a németeket. Hát mondtam nekik, hogy a magyar kormánynak jelenleg pont ott van kettő ilyen plakát. Brüsszelt nem szeretik, jobban mondva az Európai Uniót, de hát azt hozzátettem, hogy nem az embereket utálja a magyar kormány, hanem az Európai Unióval van problémája. Elmentünk egy ilyen ti dolgoztok ők klubnak, mondtam, hogy hát ez egy ilyen anti kormány elleni, és hát ilyen kormány ellenes plakát, és akkor mondtam nekik, hogy hát, hogy ti dolgoztok ők klubnak, ugye így lefordítottam nekik, és ugye, hogy állítjuk meg Brüsszelt, meg ilyenek, mert hogy ők most gondolkodnak azon, hogy itt Budapesten lakást vesznek. Most, hogy konkrétan ezért jöttek el, azt nem tudom, de mondta, hogy sok ismerősüknek van már lakása Budapesten. Ez is egyébként egy tök jó dolog, hogy külföldiek akarnak lakást venni a mi kis országunkban. Tehát ez nekem kifejezetten szimpátis, ha már ilyen németes akarok lenni. Tök jó fejek voltak egyébként, teljesen normálisak. Utána passzival, pociról beszélgettünk egy kicsit. Mondta, hogy Münchenből jöttek is Bayern Drucker. És hát mondta, hogy most nekik nincs jó évük. Hát igen, mondtam nekik, hogy igen, mert hát ugye volt egy Bajnokok Ligája meccs, ahol magyar bíró, mondjuk itt tényleg, hát magyar bíró segítségével jutott tovább a Real Madrid, és hát mondtam neki, hogy hát sorry, azért, mert hát hogy a Hungarian referees, ugye, ja. És akkor mondta, hogy hát a life is life. Na. Na úgyhogy ezzel kapcsolatban meg ennyit akartam. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!